Hévíz Györkön rendhagyó évnyitó ünnepséggel indult az idei tanév a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán, ahol nem csak az új tanítási évet köszöntötték, hanem átadásra került egy új műfűves labdarúgópálya is. Idén 5. alkalommal rendezte meg Kistarcsaváros önkormányzata a Kakasfőző Fesztivált. A jubilómi rendezvényről készült tudósításunk második részében többek között megtudhatják, hogy a 20 csapatból idén kik nyerték a főzőversenyt. Egészség ezreknek, milliók a kórházaknak. Szeptember 17-én Kistarcsa lesz a következő állomása a Richter Egészségváros elnevezésű programsorozatnak, ahol szűrővizsgálatokon, előadásokon való részvételünkkel támogathatjuk a Pest megyei Flór Ferenc kórházat. Idén is megrendezésre került a Szent István napi mulatság Szadán augusztus 20-án. A látogatók számára ingyenes rendezvény ebben az évben is színes programokkal és folyamatos színpadi produkciókkal várta a látogatókat. A Legenda című nagyszabású műsorával várja a nagy érdeműt szeptember 15-től, 3 napon keresztül Gödöllőn a nagymúltú Ötvös Cirkusz. A rendkívüli előadásban a zsonglőrök, légtornászok, artisták, akrobaták, bohócok mellett több mint 70 állat is a porondra lép.